Hello, szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon. Nálunk képzeld el, este van, mutatom nektek, ugyanis lement a nap, és ha látjátok vagy nem látjátok, de nem a kamerával filmezek, hanem a telefonommal. Majd mindjárt el is mondom, hogy miért. Látod? Fogalmasan, hogy mit filmezek, ugyanis a kamera, a telefon ugye itt van a háttul, és nem látok semmit. Na várjál! Mondja, mi a helyzet? Mi van? Na köszönöm szépen, ezt mit csinálsz vele, te? Ami itt van a Lukasz is, szervusz. Épp most vacsorázott meg, én is épp most vacsoráztam, mutatom még egyszer, látod? Lement a nap. Sötét van. A mai videó egy rövidebb videó lesz, ugyanis nincsen rendes videó, ugye látjátok. Azért nincsen, végülis az öcsémnek a hibája, hiszed vagy nem, de az öcsémnek a hibája. Mert ha kamerával filmezek, várj, nem mutatom neked. Ha kamerával filmezek, ezzel, ugye ezzel a kamerával szoktam filmezni. Hogyha ezt be akarom dugni a számítógépembe, kell hozzá egy ilyen átalakító. Ugyanis ezen a gépen csak ilyen bemenet van, ez a fajta, látod? Itt van. És az átalakító nem máshol van, mint az öcsémnél, ugyanis kölcsön kérte, és elfelejtette visszahozni. Reggel nem hoztam munkába, elfelejtettük, ezért nem tudom átmásolni a felvételt a számítógépemre. A kamerával, vagyis a telefonnal pedig csak át tudom küldeni ugye így mindenen keresztül, tehát csak simán rá a számítógépemre, amit a kamerával nem tudok megcsinálni. Na minden, tehát ezért a mai videó, ilyen rövid videó, csak gondoltam, hogy bejelentkezek, és elmondom, hogy miért nincsen ma rendes videó. Szombattól valószínűleg meg lesz videó, ugye rendesen, mert ha vissza fogja hozni ezt az átalakítót. De régen ugye nem volt gond, de mióta megvan ez az új számítógépem, ezen csak ilyen bemenet van, és semmivel se kompatibilis, legalábbis egyik kamerámmal sem, még a GoPro-ba se volt, ezért ilyen átalakítón keresztül kell ugye mindig másogatni a felvételeket, ezért filmezek ma a telefonommal. A felvétel lehet, hogy nem lesz a legjobb, biztos, hogy nem lesz a legjobb, főleg ilyen lámpa mellett, ugye, vagy még lámpa mellett sem, bár lámpa mellett biztos, hogy jobb, látod? Ami ez a telefon, amiről valaki kérdezi, ez az iPhone 6-os, nem az SS, csak a sima 6-os. És ilyen a videónak a minősége. Ez nem a pluszos, ez a kisebbik változat. Na minden, ami már kell majd egy új telefont is néznem magamnak, ugyanis a képzeled a telefonom nem tud tölteni. Mostában minden meg akar állni. Megáll ugye a Sony kamerám, megáll a telefonom, már mind nem áll, mert sem nem lehet tölteni. Úgyhogy most jön az az időszak valószínűleg, hogy lassan mindent le kell cserélnem, mert semmi sem működik rendesen. Na mi a helyzet? Semmi. Csak gondoltam, hogy filmezek valamit. Látom, hogy ránkatózik ez a kamera? Te nem látod, de... Én tudom, te nem tudod látni, várjál, ide, látod? Így össze-vissza. Na várjál, kinyitjuk ezt a teját. Fú, de sötét van, látod? Ha nincs ilyen fény, ilyen a minősége. Nagyon-nagyon sötét. Várjál, kinyitjuk egy kézzel. Na, kimondottam, úgyhogy ihatsz egyet. Aztán Lukasz megy a fürdőbe. A Davis megy aludni, ugyanis ő már ottan készen van. És ahogy mondtam, csak gondoltam, hogy belentkezek ezzel a rövid videóval. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, napot, csúrgát. Jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!